Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez most egy meglepetés, hiszen itt vannak a kövek, és ez egy ilyen köves jóslás. Én Mallorca szigeten élek, tehát ki szoktam menni a tengerpartra, és ott gyűjtöm ezeket a köveket, rengeteg van ebből, és mivel a tenger összefüggésben áll a hold energiájával, és a holdnál megvannak a remények, az álmok, a vágyak. Számomra ezek a kövek a földközi tengerből egy üzenet a hold energiájából, hiszen itt a víz eleméről van szó, a hold hatásáról van szó, és így formálódnak ezek a kövek, tehát alkalmas jóslásra is. Én ezt így kitaláltam, és nagyon nagy örömmel, lelkesedéssel mutatom nektek ezeket a köveket. Ha én ezt itt megnézem, akkor nekem a hármas szám jut eszembe. 1, 2, 3. Mit jelent ez? Ha te kapcsolatban vagy vele, te és ő, ebből kialakul valami. Vagy egy párkapcsolat, egy közös életút, vagy egy közös terv, tevékenység, de lehet egy kisbaba születése is. Amit még a hármas szám jelenthet, hogy vannak itt más kapcsolatok is. Egy harmadik személy, az vagy segít nektek, vagy akadályoz benneteket. Ha én ezt a követ megfordítom, az olyan, mint egy szív, de itt még formálni kell valamit. Tehát vannak még akadályok és idő kérdése, mire itt kialakul egy szép, tartós párkapcsolat. Itt ez a kő számomra azt jelenti, hogy itt vannak ilyen magas célok, amit el kellene érnetek. És ezek a célok elérhetőek. Ezen az úton kellene haladni. És én is haladok tovább, mert megtekintjük itt ezt a követ. Itt van ez a fekete pont. Ez olyan, mint egy mély gödör. És nem szeretnél beleesni ebbe a gödörbe. Tehát itt kellemetlenségekről van szó, de ezt is meg kell nézni, hiszen itt kell egy megoldás, és ez a kő nyújtja ezt, hiszen itt van ez a fehér vonal, ami jelzi azt, itt tisztázódik valami, és ez a kellemetlen helyzet, vagy ez a feszültség, itt le lesz zárva. Itt ezen a kövön van egy kis madár. Az utal a könnyűségre, utal változásokra, mozgásra, azon kívül szimbolizálja a levegő elemét, és a levegő eleménél könnyűségekről van szó, és kommunikációról. Itt ezen a kövön van egy K betű. Ennek is van egy jelentősége. Valakinek a neve K betűvel kezdődik, vagy van egy bizonyos hely, egy helység, mint például Kiskunfélegyháza, az is K betűvel kezdődik, ennek is lehet egy jelentősége. Vagy egy bizonyos szó, ami K betűvel kezdődik. Például közeledjünk egymáshoz. Itt ezen a kövön vannak ilyen vonalak, azok utalhatnak a sors utakra, amikor a sors utak kereszteződnek. De van itt egy ilyen négy szög, ami azt jelenti, hogy mennyire fontos a biztonság érzete. Ha én ezt a követ megnézem, akkor számomra olyan, mint egy hold, a háttérben olyan szürke, de hamarosan kivilágosodik, tisztázódik itt valami.
és most megtekintem itt ezt a követ. Ez számomra olyan, mint egy csipke, tehát utal a szépségre, a finomságra, ilyen lelki dolgokra, de egy kreatív tevékenységre is. És most a kövektől elbúcsúzunk, és megnézzük a kártyákat. Ezen a képen látható az egész világ. Ez utal utazásokra, külföldi kapcsolatokra, vagy az internetre. Azon kívül jelzi itt a négy évszakot, vagy a négy irányt, észak, dél, nyugat, kelet, de visszatérve az évszakokra, a négy évszak, tavasz, nyár, ősz és tél, az pontosan egy év. És az azt jelenti, egy éven belül itt minden kialakul, tisztázódik valami, megvannak ezek a finom érzések, lesz szép beszélgetés, ez a könnyűség, itt elvágtok olyan dolgokat, ami kellemetlen, és ez a szív ügy így formálódik kettőtök között. Itt látható ő és az ő tartása nagyon makacs. Én ahogy a képet így megnézem, számomra az jut eszembe, úgy tesz, mintha megsértődött volna, és vár arra, hogy te közeledj hozzá. A kezében ott van ez az érem, az utalhat az anyagiakra, utalhat a munkájára, de a belső értékekre is. Lehet, hogy ő most megsértődött, mert nem mutattad azt ki, hogy ő mennyire értékes számodra, és most úgy tesz, mintha megsértődött volna, nagyon-nagyon makacs. Itt ezen a képen te vagy látható, amennyiben te egy hölgy vagy. Itt is erről az arany éremről van szó. Itt ezüst, itt arany, tehát az anyagiakról, a munkáról, ez lehet munkahelyi változás, vagy szeretnél valamit változtatni az anyagiakon, a munkádat illetően, de itt van ez a 9-es szám, és az jelenti a korlátozásokat. Ez most nem a megfelelő időpont ehhez. Szeptembertől javul a helyzet. De itt az érméknél vannak belső értékek is. Tehát ő értékes számodra, vagy te vagy értékes számára, de látható itt ezen a képen az ő tartása, olyan rideg most, és itt vannak feszültségek, korlátozások, erre utal ez a 9-es szám. Ez a kép nagyon szép, hiszen jelenti azt, hogy itt megvan a remény arra, ezeket a dolgokat rendezni, az anyagiakat, a munkát, vagy a párkapcsolatnál egy közeledést. Ez a kép utal utazásokra, külföldi kapcsolatokra, ugyanúgy, mint itt ez a világ. De visszatérve erre a kártyára, ez nem csak ez a külföldi kapcsolat, ez az út, hanem ez lehet egy belső út is. Tehát egy lelki kapcsolat. És hogyan alakulnak a dolgok? Itt is megjelenik az út, balról, jobbról kivirágzik egy szép életút, és ez lehet egy közös életút, hiszen itt van a fa, ahol úgy érzitek, igen, itt most legyökereztem. És ez az érzés, amikor úgy érzitek, hogy legyökeresztetek,
a hivatást illetően, a párkapcsolatot illetően, és ezen az élet úton itt kivirágzik valami, ez itt marad hűségesen mellettetek, erre utal a kutya. És pontosan ez itt, ez a remény. A kutya jelenthet barátságokat is, és ez a barátság stabil, erre utal ez a fa. Amit a fa még jelent, ilyen egészségügyi dolgokat, az lehet a hivatás is, mint például egy orvos, vagy ezen az életterületen dolgozni, és ez itt, ez az életút. És ez stabil, ez a hivatás. Az is lehet, hogy van a környezetedben egy férfi, aki vagy orvos, vagy ezen a területen dolgozik, mint például gyógyász, és barátilag közeledik hozzád, mert még nem akarja kimutatni az érzelmeit, holott neki megvan ez az álma, ez a vágya, hogy itt legyen egy közös életút, vagy egy közös tevékenység, egy közös munka például. De itt érzelmekről is szó van. Itt ezen a képen láthatunk egy királynőt, és te vagy ez a királynő. Jelenleg vannak itt még korlátozások. Nem tudod, hogyan tovább. Szeretnéd a terveidet megvalósítani. Elvárod azt, hogy megbecsülést kapj, de nem így van, hiszen ő nagyon makacs, és nálad megvannak ezek a korlátozások. De itt a remény, egy szép életút, gyógyulás, és mi várható szeptemberig, addigra kialakulnak a dolgok, és eléred azt, hogy te vagy itt ez a királynő, aki szintén az érmék felett uralkodik. Itt nem csak anyagiakról vagy a hivatásról van szó, hanem a belső értékekről is. Itt még a bizonytalanság érezhető, a szerénység, és itt megvan ez a büszke királyi tartásod. Ezen a képen a halak láthatóak, ami szintén az anyagiakra utal. A második kártya jelez vitákat, veszekedéseket. Én úgy érzem, hogy ez nem a te témád, hanem nála vannak ezek a viták. Vagy valaki pénzt követel tőle, de szerencséje lesz, hiszen itt megjelenik ez a négy levelű lóhere. Azt is jelentheti ez a kártya kombináció, hogy sokat dolgozik, kevés pénzt kap érte, ez bosszantja őt, de szerencséje lesz. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!